Eső mindenkinek! Most már hang is van. A mai alkalommal egy érdekes idegrendszerrel kapcsolatos videót fogunk megnézni, amit valami pszichológus pofa fog megtartani előadást. Nagyon érdekes dolgokat hallottam benne, úgyhogy feltétlen ezt is szeretném megmutatni, ezt meg kell néznünk. És akkor, ha ezzel kapcsolatban valami érdekes gondolatunk támad, akkor azt lehet, hogy meg is tudnánk itt beszélni. Az ilyen csoportos, vagy hát csoportosnak gondolt műsornézés közben, hát általában magammal szoktam erőteljesen konzultálni itt a tapasztalatokról, meg az élményekről, de igazából nincs megtiltva az, hogy ebbe más is részt vegyem. Na, akkor kezdjük is az előadást, egy picit felgyorsítjuk, mert sajnos az időnk az véges, úgyhogy egy 1,5-ös sebességgel fogjuk hallgatni a csávókát. Remélem így is azért megfelelően szórakoztató lesz. Na, haj! Jó napot, vagy jó estét, ki mikor nézi az előadást kívánok. Lé Csaba vagyok, pszichológus és nyelvész. Szeretettel üdvözlök mindenkit a Budapesti Műszaki Egyetem Természettudományi Karának Science Campus előadássorozatának mai előadásán. Mint pszichológus és nyelvész arról fogok beszélni, hogy hogyan is alakult ki a mai lélektannak a sajátos felfogása az emberről, ezt nevezem az előadás címében az emberképnek, hogyan kapcsoljuk össze az idegrendszerre vonatkozó, az emberi evolúcióra vonatkozó és a kultúrára, illetve a társak létezésére vonatkozó tudásunkat abban, ahogyan értelmezzük az ember érzés és gondolkodás világát. Az előadásban azt fogom megmutatni először, hogy az embert mi a mai modern tudományban, itt egyébként a Műegyetemen is, a Természettudományi Kar kognitív tudományi tanszékén, ahol én a 2000-es ennek az évezrednek az első évtizedében dolgoztam, tehát itt a Műegyetemen is az embert egyszerre úgy értelmezzük, mint egy sajátos természeti lényt, és ugyanakkor, mint egy különleges kulturális lényt. Meg fogom próbálni éreztetni, hogy a 100 évvel ezelőtti felfogásokhoz képest a modern pszichológia milyen újdonságot ad azzal, hogy ezeket a mozzanatokat az ember természeti voltát és kulturális lény voltát nem egymást kizáró dologként, hanem egymást kiegészítőként tekinti. Különlegesen előtérbe fogom állítani az embert, mint társas lényt, azt, hogy mi mindannyian gondolatértelmezők vagyunk. Nem gondolatolvasók, nem lesz telepátiáról szó, de állandóan azzal vagyunk elfoglalva, hogy vajon mit tud a másik, mit akar éppen, mindig egymás szándékainak és tudásainak értelmezésén keresztül valósul meg saját társas életünk. Ennek megmutatom majd egy-két példáját a nyelv kialakulásánál, a gyermeknél, hogy milyen korán megjelenik ez a társas értelmezés. Másrészt fogok példákat mutatni arról, hogy a társakra való figyelés, önök többnyire középiskolások, akik az előadást hallgatják, és sok tapasztalatuk is van erről. A társakra való figyelés hogyan illeszkedik be egy olyan rendszerbe, amit természetes pedagógiának nevezünk, hogyan tanulunk másoktól, és ez milyen értelemben az egyik legfontosabb kulcsa annak, hogy az ember miközben biológiai lény, ez a biológiai lény mi volt a saját egyéni élete során bontakozik ki, és szilárdul meg. Tehát mi nem látunk ma ellentétet. Az ember biológiai lény volta, és az ember hajlékonysága, elegánsan azt szoktuk mondani, plaszticitása között. Az ember egy olyan biológiai lény, aki bizonyos típusú tanulásokra, tapasztalatszerzésekre van felkészülve. A pszichológiának, amióta önálló tudományként létezik, ez kb. 150-170 éve van így, az alapkérdése valójában, hogy hogyan viszonyítsa egymáshoz itt ezeken a körökön látszó háromféle hozzáállást. A belső világ vizsgálatát, hogyha elgondolkozok azon, hogy hogyan érzem éppen magam, mit láttam tegnap este a moziban, abban a boldog időben, amikor még moziba jártunk, és nem bezárva nézegettük a filmeket. Egy másik oldala az embernek, hogy az ember sajátos biológiai mintázatokkal és korlátokkal rendelkezik. Időnként elbambulunk, időnként elálmosodunk, aztán éberek, frissek vagyunk, és így tovább. Ezek a mozzanatok mind az ember biológiai, az idegrendszer működésének biológiai frissülésével és mondjuk így hullámzásaival kapcsolatosak. És a harmadik oldalon, ha már ezt a filmpéldát említettem, sajátosan értelmezzük a társadalmi jelzéseket, a kulturális mintázatokat is. A mai pszichológia, sokáig úgy gondolták a pszichológusok, hogy vagy az egyikre összpontosítottak, vagy a másikra a három közül. Ma mi abban tekintjük magunkat új korszaknak, hogy ezt a hármat egymáshoz való illeszkedéseiben, illetve hogy az ábra próbálja illesztetni, mint egy ilyen Venn diagram szerűen, a metszeteiben próbáljuk megérteni. Úgy gondoljuk, hogy az ember megértéséhez a pszichológia legfőbb feladata annak a három metszetnek, a középen levő résznek az értelmezése a három különböző
eredendő hovatartozásunknak a függvényében. Megpróbáltam Hertley tanár úr segítségével ezt egy tetraéderben bemutatni. Azért mondom, hogy a tanár úr segítségével, mert én, mint aféle bölcsész, csak három háromszöget bírtam lerajzolni, ő azonban ezt felépítette nekem. Az alapján a tetraédernek vagy piramisnak látjuk a kultúra, az evolúció és az idegrendszer mozanatait. Hogyan alakul ki a kulturális hatásokra egy sajátosan, evolúciósan, sok millió év alatt kialakult rendszer, az emberi idegrendszer, az egyéni élet során, és ennek a háromnak a kölcsönhatása, a kultúra, az evolúció és az idegrendszer kölcsönhatása, hogyan eredményezi azt, amit a tetraéder csúcsán látunk, a lelki jelenséget, amelyet valójában ez a három dimenzió, amelyek az alapon látszódnak, mint egy magyarázzák, illetve beágyazzák. Tudom, ez most túl elvontan hadd, de majd a példából világosabb lesz, hogy milyen értelemben van a mai modern pszichológiában állandó kölcsönhatás a három megközelítés között. Ebből a szempontból fontos azt tudnunk, szándékosan használok idegen szót, ugye franciául social, angolul social, a magyarban, ezt mindannyian tudják, akik ezeket a nyelveket tanulják, sokszor gondunk van, hogy hogyan fordítsuk ezt le. Ez egyszerre fordítható társasnak és társadalminak. A modern pszichológia ebben a kettősségben használja ezt a socialt, ezért merem itt az idegen szót használni. Az egyik mozanat, baloldalt csimpánzokra mutató képeket, a tényleges csoporttagok közötti, olyan emberek közötti kölcsönhatások, akik ténylegesen együtt élnek. Tudjuk jól, hogy az evolúció során, már emlegettem az evolúciót, a majmok és az emberszabásúak világában az agyméret növekedésével fokozatosan egyre nagyobb csoportokban élünk együtt, míg az alacsonyabb rendű majmok 5-6 fős csoportokban élnek, az emberek már 120-140 fős csoportokban, onnan tudjuk ezt, mi emberek sokkal több embert ismerünk. Onnan tudjuk, hogy például a ma is létező hát írásbeliség és kultúra előtti társadalmakban, mondjuk Namíbiában és Új-Guineában találunk meg, az Amazoniában találunk ilyen törzsi életmódú folytató csoportokat. Ezeknél a ténylegesen együttműködő, a mi kultúránkból kívül ezt falu közösségnek nevezük, de ez igazából nem falu, de minden esetre a valóban együtt élő emberek csoportmérete sosem haladja meg a 120-140-et. De ha visszagondolunk a saját kultúránkra is, a reneszánsz kortól kezdve, az újkor kezdetétől kezdve jól tudjuk követni, hogy mekkora bandériumok, mekkora katonai egységek vettek részt egészen a második világháborúig, és mindig azt fogjuk találni, hogy az, amit a magyar katonai terminológia századnak nevez, az körülbelül tényleg 100 fő körüli csoport volt. Ezeket lehet még ténylegesen összehangolni. Szóval ez az egyik oldala a socialnek. A harmadik ábra a jobb oldalon mutatja a socialnek egy másik, de még mindig intim oldalát. Mi, amikor együtt vagyunk, állandóan olyanok vagyunk, mint egy ilyen képregény, gondolatbuborékai. Állandóan tele vagyunk gondolatbuborékokkal, ezt próbáltam az ábrán éreztetni, arra nézve, hogy vajon a másik mit is gondol, mit akar, miért mondta ezt, és így tovább. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy állandó gondolattulajdonító és gondolatértelmezők vagyunk. Ez a social másik értelme. A harmadik értelme pedig középen, benne élünk egy nagy társadalomban természetesen, ahol az a szegény lány össze-vissza próbál különböző internetes fórumokon kapcsolatba kerülni más emberekkel, mi benne élünk egyfolytában a társadalom, a tágabb értelemben vett socialnek a világába. A mai pszichológia, mai azt értem, hogy körülbelül az utóbbi 30 év, tehát egy nemzedéknek a pszichológiája, különleges szerepet tulajdonít a social kifejezés ilyen gondolat értelmező felfogásának. Ez megint egy angolból átvett kifejezés, de minden nyelven, nem csak a magyarban, oroszban, franciában is használjuk. A TOM, ez annak a rövidítése, hogy Theory of Mind, az elme elmélete. Mi, mint egyszerű emberek, mindannyian naív pszichológusok vagyunk. Ha egy ilyen rövid történetet olvastatnék önökkel, hogy Pisti hazament, leült a tévé elé, kinyitotta a jégszekrényt, kivette a pörköltet. Ha most megkérdezzük, hogy vajon miért nyitotta ki a jégszekrényt? Mindenkinek lesz egy elmélete arról, nyilván éhes volt, vagy szomjas volt. Honnan tudjuk ezt? Azért, mert mi is részesei vagyunk annak a kultúrának, és állandóan értelmezni akarjuk a viselkedést. Nincs olyan, hogy véletlenül nyitotta ki a jégszekrényt. Vagy Pisti felhívta a barátját, megkérdezte, hogy vacsorázott-e már. Ha most én megkérdezem önt, hogy miért kérdezte meg, hogy vacsorázott-e már, akkor nyilván lesz egy értelmezésünk arra, hogy biztos azért, mert szeretne vele együtt enni, és így tovább. Tehát mi állandóan el vagyunk foglalva azzal, hogy másoknak különböző tudásokat, értelmezéseket és szándékokat tulajdonítunk. Ez egy különleges emberi teljesítmény, állatokat, emberhez közel álló állatokat tanulmányozva arra jutunk, hogy az állatok csak közelítenek ehhez a típusú értelmezéshez, miközben a csimpánzok például igen bonyolult társas életet élő lények, valódi elképzelésük arról, hogy a másik mit gondol, nincsenek ezzel elfoglalva, azzal vannak elfoglalva, hogy a másik mit csinál. És ha az ember
saját életét nézzük, tehát nem az evolúciót, hanem a kisgyermekeknél való kibontakozást, akkor azt találjuk, hogy ennek az előfokai már megjelennek 8-10 hónapos korban, de igazi kivondott formája az 3-4 éves korban lesz jellemző az embergyerekre, és ettől kezdve lesz egy olyan bonyolult társas lény az ember, mint ahogy azt ismerjük. Gergely György, Csibra Gergely és munkatársaik, magyar kutatók, a Közép-Európai Egyetem munkatársai, de ez még jóval korábbi kísérletük volt, a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetében végezték ezeket a kísérleteket. Elkezdték 12 hónapos babáknál vizsgálni, hogy a babák mennyire képesek cselekvőként értelmezni egyszerű geometriai alakok animációit. A felső három ábra mutatja a leghíresebb klasszikus kísérletüket, ahol bal oldalon ugye azt látjuk, hogy a képernyőn a baba azt látja, hogy egy megpróbálom illusztrálni, hogy egy gömb, igen, hogy egy gömb, ez a kék legyen most egy gömb, átugrik e fölött az oszlop felett, és odaér, bocsánat, odaér egy másik gömbhöz. Tehát a lényeg az, ha megnézik az ábrán, hogy ott van egy akadály, amelyet átugrik. Na most elvesszük a képernyőről, az a gyereke ehhez hozzászokik. Tízszer megmutatjuk neki, nagyon megunja. Utána két lehetséges helyzet van. Az egyik, hogy nincs ott az akadály, de a mozgó tárgy továbbra is ezt a parabolapályát írja le. Továbbra is így megy, miközben nincsen akadály. A másik pedig, hogy ez a mozgó tárgy egyenesen megy oda. Vajon melyiknél fog jobban meglepődni a gyerek? Gondoljuk végig, hogy az első esetben alig változott valami, csak eltűnt középen az akadály, de maga a mozgáspálya ugyanaz lesz. Másik esetben viszont eltűnt az akadály, de a mozgáspálya is megváltozik. Azt a megdöbbentő dolgot találták, hogy 12 hónapos, tehát egy éves gyermekek már akkor lepődnek meg, ha az akadály nélkül is ilyen furcsa kerülőutas pályát ír le a gömb. Ezt úgy lehet értelmezni, hogy ezt a gömböt is úgy értelmezik, mintha egy emberi cselekvő lenne. Egy észszerű cselekvő. Az észszerű cselekvő mindig a legrövidebb utat választja. Ha nincs akadály, akkor közvetlenül oda megyek. Az alsó ábrák ennek a további részleteit mutatják. További kísérletek ugyanis azt is tisztázták, hogy a gyermeknek nem csak egy ilyen észszerűségi feltevése van, hogy az emberek mindig a legrövidebb utat választják, hanem ezeknél a különböző rafináltan előállított rajzfilmeknél elképzelésük van arról is, hogy egy-egy mozgó cselekvő az sajátosan célokat követ. Tehát maga a céltulajdonítás és az észszerű viselkedés tulajdonítás, ezt nagyon fontos emlékeznünk rá, már igen korán megjelenik az embergyereknél, és ez a típusú racionális értelmezés lesz a későbbi társas tanulás legfontosabb alapja. Ennek a társas tanulásnak egy különleges keretét adja a kulturális tanulás. Mi embergyerekként nagyon hamar elkezdünk szavakat tanulni. Meglepő dolog, de egy 6 éves gyerek anyanyelvének körülbelül 10 000 szavát ismeri. Ez olyasmit jelent, hogy ha mondjuk 2 és 6 éves, tehát 4 év alatt, ugye 1200 nap alatt 10 000 szót, napi 6-8 szót kell megtanulnia. Ezt könnyen megteszi. Ti, gimnazisták, aztán később majd egyetemistaként, nagyon nehéz lesz minden nap 6-8 új szót megtanulni, például a fizikaórákon az egyetemen, vagy a nyelvórákon, mondjuk a német órán. Mi teszi ezt ilyen hatékonyan? Michael Tomasello, mint egy saját magam készítette fényképet mutatok róla, Michael Tomasello, amerikai és német kutató, hosszú ideig Németországban dolgozott, most visszatért az Egyesült Államokba, dolgozott ki egy különleges elméletet a kulturális tanulásról, amit középen az ábra azzal illusztrál, hogy milyen is a gyermek, a szürke fej a gyermek, a fehér fej a felnőtt. A gyermek és a felnőtt tanulási helyzete, amikor egy új tárgy jelenik meg a gyerek látóterébe. Behozok ide egy új tárgyat. Képzeljük el, hogy egy 3 éves gyerekről van szó. Ti biztos tudjátok, mi ez. A 3 éves gyerek nem tudja, hogy ez egy olyan, mint egy metronom, mondjuk. Igaz? És képzeljük el, hogy ez a tárgy megjelenik, és a mama azt mondja rá, hogy metronom. Vajon hány alkalommal kell ennek a tárgynak megjelennie, hogy ezt a gyerek megtanulja, hogy ennek a neve az, hogy metronom? Az emberhez legközelebb álló csimpánzoknál, akiket évtizedeken keresztül próbáltunk beszélni és beszédmegértést tanítani, csimpánznál 3-400 próbálkozásra van szükség, hogy megértse, kiemelje ennek a tárgynak a formáját, és tudja, mint egy, hogy ez metronom. Az emberbaba, ha 3-4-szer találkozik ezzel, utána már passzív szókincsének részese lesz. Hogyan? Ez azt jelenti, elemi matekból ti is ki tudjátok számítani, 2 nagyságrendben gyorsabbak vagyunk. Ennek köszönhetően a csimpánzokat állandóan emberi szavak
követésére tanítjuk, akkor 5-6 év alatt 3-400 szót tudom megtanulni, még előbb már említettem, az ember gyerek 10 000-et. Ennek a hatékonyságnak most már nem lesz szükségem a metronomra. A hatékonyságnak a kulcsa, ha visszamegyünk az ábrára, az, hogy a baba követi az anya tekintetét. Ha megjelenik hirtelen, mégis szükségem lesz. Beúszik valahonnan egy új tárgy, és itt van egy ismerős tárgy. A kréta az ismerős tárgy. És a mama hirtelen azt mondja, hogy metronom, és közben ránéz. Akkor a gyerek felfog, azt tételezi fel, hogy nyilván ez az új szó, az új tárgynak a neve. Erről már tudtam, hogy kréta. Megjelent valami új dolog, amit ráadásul ránézett a mama, ezért tudom, hogy ez annak a leve lesz. Tehát egy különleges társas szerződést követünk. Egy háromszögelés van, a gyermek állandóan a felnőtt figyelmét próbálja követni, és azon keresztül tanul. Ez megint csak összekapcsolódik, amit már előbb láttunk a úgynevezett theory of mind, tehát a gondolat tulajdonítással. Azt gondolja, hogy az anya nyilván arról beszél, amire éppen ránéz. Ez a típusú megoldás nincs meg az ember rokonainál, például a csimpánzoknál. Ennek a kulturális tanulásnak egy különleges, kidolgozott formája megint csak az előbb már említett két magyar kutató, Gergely György és Sibra Gergely természetes pedagógia elmélete. A képen azt látjuk, amint éppen gyakorolják, Gergely György magyaráz valamit éppen Sibra Gergelynek. Ugyanez történik természetes helyzetben anya-gyerek vagy felnőtt gyerek kapcsolatunkban. A gyermek tanító helyzetekben feltételezi, hogy valamilyen különleges, speciális szándékkal beszélnek vele. Egész más, hogy viselkedik egy 12 hónapos baba, ha felmutatunk neki egy új tárgyat, és megszólítjuk a gyereket. Nézd csak, Pisti, kréta. Másik esetben bejön a kísérletező, azt mondja, kréta. A gyerek akkor fogja megtanulni, hogy ez kréta, hogyha felveszük ezt a pedagógiai helyzetet, megszólítjuk, felhívjuk a figyelmét arra, hogy most mit fogunk tanulni. Ugyanakkor ezek a természetes pedagógiai helyzetek, tehát ezeket jellemzi az, hogy a gyerek, az ember gyerek elvárja, bocsánat, hogy kiabálok, hozzászoktam. Olyan, mintha itt valódi közönség lenne, ami most sajnos nincs, akkor megszokta az ember, ugye körülbelül 50 éve tanítok. 50 év tanítás során megszokta az ember, hogy ahhoz szabályozza a hangjereit, hogy mekkora teremben van. Tehát visszatérve, a gyerek valójában elvárja, hogy tanítsák, és ebben az elvárt tanítási helyzetben tudja elsajátítani a kultúra önkényeit. Mit értünk azon, hogy önkény? Ugye nyelvtanból biztos találkoztatok már vele, hogy mondjuk a magyarban ezt a bizonyos dolgot úgy hívjuk, hogy asztal, angolul table, németül tisch, oroszul stól, franciául table. Ugyanaz a dolog, mint egy önkényes, abban az értelemben önkényes, hogy nincs hasonlóság a szó hangalakja és a jelölt tárgy között. Ezt a típusú önkénynek a kialakítására rendkívül felkészült az ember gyerek, mint egy előhúzalódott. Az ember tanulási helyzeteiben, megint csak az emberi kultúra és a biológia közötti különleges kölcsönhatásnak egy sajátos mozzanat az, hogy mi emberek, akárcsak minden állatfaj, fajspecifikus kiváltó ingerekre és különleges tanulási módokra vagyunk felkészülve. Úgy szoktuk mondani, hogy ez egy előkészített, előhangolt tanulás. Alul a baloldali ábrán egy nagyon híres, a modern etológia, az állati viselkedés kutatás történetében nagy szerepet játszó példát, a tüskés pikó színezett hasának példáját látjuk, ahol a ábra felső részén látjuk a valódi állatot. Most a valódi állatról készített minta, az pontosan ugyanúgy néz ki, egy picit van egy pirosság az alján. Az alsó ábrák az eltorzított szuperingereket mutatják, ahol sokkal nagyobb lesz ennek a figyelem felhívó piros hasi résznek a mérete. Érdekes módon a másik nemhez tartozó állatok sokkal jobban közelítik meg ezeket a különleges kiváltó ingereket, amik mintegy eltúlozzák a felkészített tanulást. Az ember is tele van ilyen felkészített tanulással. A középső ábra azt mutatja, hogy milyen különböző vonzereje van különböző életkorú gyerekek számára a baba archoz különböző mértékig hasonló arcformáknak, hogyha a jobb oldalt látható felnőtt férfitől a sokkal kerekebb a babás arcig haladunk, akkor azt fogjuk látni, hogy a kisgyerekek a babás arcot sokkal jobban szeretik. Kultúránk ezeket a szuperingereket felhasználja. A jobb oldali ábrán egy híres, az én fiatal koromban még sokat látott hollywoodi színésznő, Jean Harlow arcát látjuk. A hollywoodi sztárok, a klasszikus hollywoodi sztárok, a 30-as kötőjel 60-as, tehát majdnem 100 évvel ezelőtti hollywoodi sztárok, azáltal voltak olyan könnyen vonzerő, vonzóvá válható női arcok, mert ezt a babaformát használták. Nem fogok részletesebben belemenni, nagyon sokat elemezzük, hogy ezek az előkészített tanulási formák milyen szerepet játszanak, például a nyelv és egyáltalán a kulturális tudások kialakulásában. Ezek az arcpéldák csak azt akarták mutatni, hogy az ember nem tér el a
állatvilágtól abban, hogy különleges előkészített tanulási formái vannak. Az előkészített tanulásoknak általában érzékeny vagy kritikus periódusok vannak. Inkább szerencsésebb lenne nem is kritikusnak, érzékenynek nevezni. Ez azt jelenti, hogy milyen életkorban érvényesül valamilyen hatás. Meddig lehet valamit könnyen kialakítani? A felső ábra Harrison Newport, a Rochesteri Egyetem kutatójának adatait mutatja, a vízszintes tengelyen az különböző életkorban Amerikába bevándorolt, ezek igazából vietnámi gyerekek voltak, tehát bevándorolt vietnáminak bevándorlási életkorát mutatja, a függőleges tengely pedig egy nyelvtani teszten mutatott teljesítményt. Tehát minél a legbaloldalibb része az ábrának az anyanyelvi beszélőket mutatja, ugye azt látjuk, hogy körülbelül 11-12 éves korig még egész jó teljesítményt, 16 éves kor, a serdülőkor végén már sokkal rosszabb teljesítményt. Ez azt jelenti, hogy az anyanyelvi szintű nyelvtani és kiejtési tudás elsajátításának valahol a serdülőkor kezdetén vége van. Az alsó ábra, a fölül látható Kovács Ilona tanárnő, szintén amikor ezeket a kutatásokat végezte, részben a Rutgers Egyetem, részben a Budapesti Műszaki Egyetem oktatója és kutatója volt, Kovács Ilona azt vizsgálta, hogy ott a baloldali alsó ábrán ilyen tojásszerű dolgokat látnak, hogyha ezt elkezdjük nézegetni, a látszólag véletlenszerűen eloszlott kis sejtszerű dolgokba bele lehet egy tojást látni, annak függvényében, hogy mekkora a kontraszt van. Ez egy nagyon fontos érzékenységi vizsgálat, a látás, mondjuk így a formalátás integratív tevékenységeire. A jobboldali alsó ábra azt mutatja, hogy itt szintén valamikor 11-12 éves korban megszűnik a további fejlődés, tehát itt is, a látásban is és a nyelvben is, a serdüléssel valamilyen kitüntetett kritikus periódusunk megy végbe. Mutatok még egy-két példát arról, hogy most a kritikus periódusokon túlmenve mi mindent tudunk, amikor egy kulturális rendszert összevetünk az emberi idegrendszer működésével. 150 éve agyvérzéses, balesetet szenvedett és így tovább, úgynevezett afáziás, beszédzavaros emberek teljesítményeiből nagyon sok mindent megtudtunk az agykéreg és a nyelv közötti kapcsolatteremtésről. Ma azonban az idegrendszeri képalkotással és a nagyon finom, úgynevezett kiváltott potenciál módszereket, tehát egy-egy adott ingere az idegrendszer működésében bekövetkező feszültségváltozásokat elemző módszerrel, épp embernél, nem sérültnél is, sokkal finomabban próbáljuk feltárni, hogy milyen kapcsolat is van mondjuk a nyelv szemantikai rendszere, a jelentések rendszere és az idegrendszer működések között. Képzeljétek el, hogy testmozgásokat, illetve a látást kifejező szavakat adunk a személyeknek, tehát ők ülnek egy szobában és hallgatnak ilyen szavakat, hogy rúg, dob, kaszál, vág és így tovább. Másik esetben olyan szavakat, hogy néz, lát, figyel, észrevesz és így tovább. Azt találjuk ezekben a kísérletekben, hogy a látást jelentő szavaknál inkább a tarkólebeny aktív, a mozgást jelentő szavaknál pedig inkább a mozgató lebeny, ami ugye a gémis, hogy mondjam, biológia tanulmányaitokból tudjátok, hogy a központi árok előtti rész, tehát az agy előső része, mondjuk nagyon egyszerűen. Természetesen tovább lehet ezt finomítani, meg lehet nézni, hogy milyen különbség van mondjuk az arc mozdulatai és a láb mozdulatai között, de a részletektől függetlenül annyit érdemes megjegyezni, hogy ma már elég jól látjuk, hogy van valamiféle homológ leképezés a nyelvi jelentésrendszertan, ugye látást jelentő és mozgást jelentő szavak, és az idegrendszeri képviselet között. A kritikus vagy érzékeny periódusokkal is összekapcsoljuk az idegrendszer és a nyelv vizsgálatát. Ez az ábra, eleve a kétnyelvűek ebből a szempontból nagyon különleges emberek, mert a kétnyelvűek egész pszichológiai működése, meg idegrendszeri működése azt mutatja meg számunkra, hogy ugyanaz a szövet, hiszen az ő agyuk születéskor nem különbözik az egynyelvű emberek agyától, egész máshogy használódik fel, annak függvényében, hogy milyen beállítási környezetben vannak. Ezek a természetes kétnyelvűségi helyzetben élő gyerekek teljesítményét vizsgáljuk. A vízszintes tengely az életkort mutatja, a függőleges tengely pedig egy fontos nyelvi terület, a falilebeny sejtsűrűségét. A sejtsűrűség azt jelenti, hogy azt a szövetállományt, mint egy jobban használja fel az adott személy agya. Azt találjuk itt is, hogy ha megnézzük, hogy a nagyon korai kétnyelvűeknél nagyon sűrű lesz mondjuk így az idegrendszer, a késői kétnyelvűeknél 20-30 éves korban ilyen hatás már nincs. Tehát az egyik oldalon a plaszticitást látjuk, hogy a beállítási körülményektől függően használódik fel egy idegrendszeri terület, a másik oldalon, hogy ennek vannak bizonyos, mondjuk így érzékeny periódusai.
Mutatok egy idősekre vonatkozó adatot is, hogy világos legyen, hogy itt nem csak a nyelvről, már mondtam az elején, hogy nyelvész vagyok, nem csak a nyelvről van szó, hanem más mozanatokról is. Ez az ábra azt mutatja, a viszites tengelyen az életkor látható. A függőleges tengelyen pedig a homloklebeny alulsó részének megint csak a sejt sűrűsége. Mit látunk? A lekonyuló ábrát tessék megnézni. Körülbelül 60 évtől kezdve a finom mozgások összehangolása rendkívül leromlik. Az ilyen idős emberek, mint amilyen én vagyok, már nagyon ügyetlenek. Ezt látjuk. Megy lefelé. Mit látunk a viszintes, szinte életkori hatás nem mutató felső ábrán? A New Yorki Metropolitan Opera hegedűseit. Azért nem sznobizmusból pont a New Yorki Metropolitant választották, hanem az egy nagyon versengő operaház, ott ha valaki nem teljesít, akkor kiteszik a zenekarból. Ugye azt látjuk, hogy az életkornak szinte semmi hatása nincs. Vagyis, hogyha valaki állandóan végzi a mozgásos koordinációt, most ugyanezt meg lehetne a hallásra is csinálni, de ez csak a mozgásra van, a mozgató idegrendszeri követekre vonatkozik, akkor ez a elkerülhetetlennek tűnő életkori hanyatlás nem következik be. Ez egy picit optimistává is teszi az embert arra nézve, hogy az életkori romlás ellen igenis lehet küzdeni a tevékenységgel. Egy picit beszélek arról az életkorról is, ami nektek vagy önöknek különleges jelentőségű. Milyen változások vannak a serdülőkorban? Ezek az ábrák, nem kell félni, nem fogom részletesen elemezni az ábrákat. Az ábrák tulajdonképpen azt mutatják meg, hogy hogyan fejlődik a szöveti hálózat, máshonnan tudjuk, az ember célkijelölésében, és tervezésében a legfontosabb elülső homloklevenyi területükön. A viszintes tengelyeken mindenhol az életkor látható, a függőleges tengelyen pedig szinaptikus sűrűség. Azt látjuk, illetve vastagsága a szövetnek. Nagyon érdekes, úgy szoktuk ezeket mi a pszichológiában nevezni, hogy fordított túlalakú görbét látunk. Azt látjuk, hogy a serdülőkor elején egyre nagyobb lesz a sejtburjánzás, fölemelkedik, utána viszont a serdülőkor végén egy erőteljes lecsökkenés. Ezt a lecsökkenést úgy szoktuk nevezni, hogy gajazás megy végbe. Először a ti életkortokban nagyon sok kapcsolat jön létre, és a nagyon sok kapcsolatból kiválasztódnak az ismétlődő fontos kapcsolatok. Úgy tűnik, számos vizsgálat arra utal, hogy ez a különleges folyamat, először burjánzás, utána gajazás, ez együtt jár az életcélok és funkciók, a tervezés és önalakítás jelentőségével. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a pici gyerek, az előadás elején sokat beszéltem a kisgyerekektől, a pici gyerekekhez képest a ti életkorotokban, a serdülőkorban, valamikor 12-18 éves kor közt újra megnyílnak az ember érzékeny tanulási ablakai. Ezek ebben a korban viszont elsősorban arra érzékenyek, hogy milyen értékrendeket alakítunk ki. Ebben az értékrendben már nem a szülőknek és nem a prelegációnak van olyan nagy szerepe. Egy Harris nevű szerző vizsgálta például, de hát ezt mindannyian tudjátok saját tapasztalataitokból, hogy a serdülők jellegzetes beszédmódja nem otthonról alakul ki, hanem az iskolából. Ez az az életkor, ahol a szokásalakításban a másoknak, a kortársaknak egyre fontosabb szerepe lesz, abban a szokásalakításban, amit előbb láttunk, ami az úgynevezett tervező és ellenőrző idegrendszeri funkciókkal kapcsolatos. Ennek van egy csomó pedagógiai jelentősége. A pedagógia nem mehet el amellett, hogy építsen arra, hogy a serdülők egymás szokásait hogyan alakíthassák, és valahogy becsempésze ebbe a világba az értékrendet. Még egy röviden egy olyan dologról szeretnék beszélni, ami a társas értelmezésnek azt az oldalát veti fel, ami az embert körülvevő hálók és hálózatok méretével kapcsolatos. Amikor a csimpánzok csoportjait mutattam az előadás elején, már beszéltem arról, hogy a főemlősöknél nagyon különlegesen alakul az agyméret és a csoportméret kapcsolata. A középső ábra mutatja itt Robin Dunbar, angol kutató különleges eredményeit. Minél nagyobb az úgynevezett neokortex, tehát az új agykérgi területek mérete, annál a függőleges tengelyi csoportnagyságot mutatja, ahogy elindulunk a rágcsálóktól a majmokon keresztül az emberhez, azt látjuk, hogy egyre nagyobb csoportok vesznek minket körül. A valós életben, és ez Dunbar kutatásai nagyon szépen mutatják azt is, hogy az ember, hogy a mai pszichológia egyszerre használ evolúciós, idegrendszeri és hagyományos viselkedéses kutatásokat. Tehát Dunbar azt is kimutatja, ez a jobboldali ábra, ez a cél táblaszerű, hogy az embernél három különböző sűrűségű csoport vesz minket körül. Van 6-8 ember, akivel állandó kapcsolatban vagyunk, és legintimebb viszonyban, van 15-30 ember, akivel igen sűrű kapcsolatban, és van 120-140 ember, akivel jóval lazább kapcsolatban. Ezek a különböző méretű csoportok
nem tudnak megváltozni könnyedén, ugyanis eltérő, mint egy idegrendszeri befektetéseket igényelnek. A baloldali felső ábra azt mutatja, ez egy boldog időből, amikor még egyetemisták karácsonyi üdvözlőlapokat küldtek, azt vizsgálta meg Dunbar a 90-es évek elején Angliában, hogy hány embernek küldtek karácsonyi üdvözlőlapot, már e-mailt küldünk legfeljebb, a leggyakoribb érték az 100-120 körül van. Az alsó ábra pedig azt mutatja, hogy akik közel vannak hozzánk, azokkal sokkal sűrűbben vagyunk a kapcsolatban, sokkal több időt töltünk velük, és így tovább. A mi saját kutatásaink Rácz Annával, Kardos Péterrel és Unoka Zsolttal arra voltak kíváncsiak, hogy vajon a modern információs technológia, az, hogy a telefonodon 1200 Facebook barátod van, megváltoztatja-e ezeknek a kapcsolatoknak a méretét. Megkértünk fiatal 18-19 éves elsőéves egyetemistákat, hogy írják le az összes közeli barátjukat. Leírták. Utána megkértünk, ezt mutatja a baloldali ábra, utána azt mondtuk nekik, hogy vegyétek elő a mobilotokat, és nézzétek meg, hogy van-e, akit kihagytatok. És azt látjuk a jobb oldali ábrán a három kék oszlop, hogy az igazán intim emberek közül, az a legbelsőbb csoport, amit mondtam, 6-8 fős, senki nem maradt ki. A lazább csoportokból a piros mindenhol azt jelenti, hogy a külső bankó a telefon igénybevételével mennyire tudtam megnövelni a csoportot. Kiderül, hogy igazából az új technológiák csak a külső, kicsi érzelmi befektetést igénylő csoportok méretét növelik meg. Az eredeti intim csoport, olyasmire kell gondolni intimbe, hogy kinek mernéd elmondani, hogy szakítottál a barátnőddel, vagy kinek mernéd elmondani, hogy tegnap csaltál a matek dolgába, és így tovább. Tehát ez az intim kapcsolatok ilyesmit jelenti. Az intim kapcsolatok úgy tűnik, hogy biológiailag korlátozottak. Dunbar csoportja azt is megvizsgálta, hogy a szimpátia csoport, illetve a, szóval, hogy mondjam, a különböző súlyú, érzelmi súlyú csoportosulások hogyan kapcsolódnak össze különböző idegrendszeri szerveződések működésével. Azt találta, hogy az embernél az érzelmi szabályozásban rendkívül fontos mandulamag, latin nevén amigdala, ez itt a homloklemény alatt a, mondjuk egy kéreg alatti szerveződés, ezt tudjuk jól ember és állat kísérletekből is, hogy fenyegető és vonzó helyzetekben is rendkívül aktív. Minél több közvetlen barátom van, annál nagyobb a mandulamag. Ezért mondom ilyen furcsán, mert nehéz eldönteni a tyúk és tojást. Vajon az érzelmi központom azért lesz nagyobb, mert sok barátom van, vagy fordítva azért van sok barátom, mert eleve nagyobb az érzelmi központom. Pár évtized múlva fogjuk tudni úgynevezett hosszmetszeti vizsgálatokkal. Na most ezekből a különböző megfontolásokból és különböző típusú kutatásokból mi is a tanulság a mai pszichológia emberképére nézve? Az egyik tanulság, hogy az ember valóban az evolúció során alakult, sok viselkedés módjában biológiai vonásokat mutató rendszer, ezek a biológiai vonások azonban elsősorban a természetes pedagógia és a gondolattulajdonítás és gondolatolvasás révén egy egyedi élet során való beállítást kívánnak. Természetesen ennek tanulmányozásában még sok-sok évtizednyi munkára lesz szükség, hogy ennek minden részletét megértsük. Én szeretném megköszönni a figyelmet, köszönöm a figyelmet a Science Campus egész előadás sorozata nevében, és mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg nem csak a Science Campus előadásait, hanem a Műegyetem honlapját, különböző ajánlatait is. Ezekről a típusú dolgokról, amikről én beszéltem, itt a Műegyetemen mesterszakon lehet tanulni, de a kognitív tudományi tanszék tanárai a különböző mérnöki és természettudományi alapszakokon is, illetve a gazdaságtudományi szakokon is sok-sok kurzust tartanak. Kívánok mindenkinek sok sikert a jövőben, és izgalmas választásokat mind az egyéni életben, mind pedig a szakmai pálya kialakításában. Köszönöm szépen a figyelmet! Na, ez nagyon klassz volt. Hát az ilyen műsorokat ezt itt a BME-TTK YouTube csatornán lehet követni. Ez egy rendkívül jó műsor. Négyszeres beszarás minősítésű műsor. Nagyon tetszett, érdekes volt. Nagyon-nagyon vicces dolog, hogy az idegrendszer hogyan működik. Tehát tényleg igaz az, hogy gyerekkorban szívja magába az ember a tudást. Tehát egyszerűen annyira fejlődőképes az embernek az agya, olyan gyorsan képesek a szinapszisok összekapcsolódni, olyan gyorsan tudnak sűrűsödni a szürkeállományi sejthalmazok, sejtburjánzás, hogy az rendkívüli mértékben befogadóvá teszi a fiatalokat, viszont sajnos az idő előre haladtával ez a befogadó képesség jelentősen csökken, ahogy az újabb szinapszisok kialakulása megnehezedik, a régiek felbomlása megszaporodik, úgyhogy érdemes még fiatalon nekiállni durván
önképezni, és igazából 30 éves kor. Tehát látszott itt néhány érdekes diagramon, hogy 30 éves kor lehet az, ahol még van értelme azért küzdeni, mert akkor ott szépen még egész tűrhetően javítható az idegrendszer működése, meg a, nem tudom, fiatalság. Hol volt ez az ábra? Itt? Vagy nem? Zenészeknél. Erről van szó. Szóval érdemes még itt 25-30 évesen még viszonylag kismértékben érzékeled azt, hogy elkezdtél romlani, de ez a degradációja az idegrendszerednek ez folyamatos, és hát egyre nehezebb lesz utána ugyanazt a teljesítményt produkálni, úgyhogy érdemes a kognitív, meg az ilyen finom mechanikai mozgásokat gyakorolni, erre jó mondjuk a zene, meg a önképzés. Egyébként azt lehet mondani, hogy az agy az egyetlen olyan szerv az emberben, amely a rendszeres használattól csak erősödni fog. Tehát az annál tovább fiatalabb, minél inkább használod. Ugye az izomzat is egy ideig azért növekszik, de az ugye elhasználódáshoz vezet hosszú távon. Nem tudom, most a sporttal próbálom összehasonlítani, mert próbálom mindig azt súlykolni, hogy sport az mennyire káros, ízületeid elkopnak meg, stb. De az agynak kifejezetten jót tesz a rendszeres küzdelem, fejlesztés, meg kihívások. Még öregkorban is. Mint például öregkorban az ilyen nagyon durva súlyemelés, ez már lehet, hogy annyira nem egészséges. Nya! Ennyi lett volna mára, remélem tetszett. Nézzétek meg a BME-nek a YouTube csatornáját, jó műsorok vannak. Na tyáááá!